És itt jön az én személyes kedvencem, amikor a főgonosz beáll az ajtóba, hogy megállítsa Yort és a barátnőjét. Ön szerint hogy végződik a jelenet? A. Yor megküzd a papíremberrel. B. Yor elmenekül. Avagy C. Fritz hátulról leüti. Rossz válasz! Yor, mint a hűség oszlopa jelenik meg, szíve hölgye Olga előtt, hiszen láthatjátok ti is. Lehető legjobb helyen fogja. És igen, Olga, a féltékenysége egyáltalán nem alaptalan, mert Yornak egy percbe se kell, és már is elkapja a kis eltündét. Maria! Porqué? Porqué Maria? Olga ezt meglehetősen a szívére veszi, és egy catfight lesz kialakulóban. Egy szőrös kéz előtűnik a sötétből. És csak... ez tudjátok, hogy csak egyetlen dolgot jelenthet. Na kik azok? Na kik azok? Nem hallak titeket. A hobbikék, szörbikék! Igen, és egy epikus harc jelent, amiben egy helyben állnak a szörpikék. Nagypapa természetesen mindig célba talál. Kiszeltündét fejbe vágják. Ejjjjj, ezt nem kellett volna látni. Ezt nem akartuk látni. Na jó. Főgorosz. És... egy kővel. Ennyivel el lett intézve. Bele a vízbe. Kiszeltündet túlságosan is megszenvedte ezt a fejrekoppantást, úgy tűnik, hogy a halálán van. Igen, Kiszeltündet, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is tatarodik a filmből. Hihetetlen fontos karakter. Itt elmondja Yornak, hogy egy adott szigeten minden kérdésére választ kap a kísérleties, titokzatos múltjával kapcsolatban. Vajon arra is van válasz, hogy miért akkor a szarfilm ez a jó? Baby Stonehenge! Nagyon szomorú. Nem sokáig tart a gyász, mert hova máshova mennének? Mint a... tengerpartra! És azt láthatjuk, hogy Olga egy méterre a víztől kavicsokra vagy halakra vadászik. Jó van, okos vagy! Jó rég találkoznak a falu törzsfőnökével, akit itt láthatunk, kis családjával. Láthatóan mindenki boldog. This man saved our lives. I'm grateful. It was nothing. My name is Kai. Kai! Tarita and the little ones. Nekem kicsit olyan hippi beállítottságúak ezek az emberek. És mint olyan vörös a szemük? With you, stranger. Jól hűségesnek vallja magát. Nemet mond a lány kérésre. Az egy vaku? Szerintem egy sajtreszelő. És ha mind a kettő? Ki tudja. Egyébként ezt a falulakok találták korábban, és inkább itt hagyták, mert félnek tőle. És láthatóan Yor 3 másodperc tapizás után bekapcsolt rajta valamit. Ennek ellenére szerintem ez egy jó jelenet. Nem? Tehát így... Tehát ez végre nyugi van lassan, biztos hogy van a filmnek. Szép a zene, szép a táj, igazából. Nem akarok itt kötegedni, szinte felesleges itt kötegedni. Úgyhogy szerintem nézzük. Wow.
why they've returned. Eagle to M1. Mission completed. Damn fucking box! Igen, valóban jól láttátok, hogy lézerek pusztították el ezt a partmenti kisvároskát, illetve csak egyetlen lézer, a többit csak hangeffekttel tudták megoldani. De nem az embereket, mert nincsenek hullák. Igen. Buta lézerek. Ez a legkevesebb. Ja, és egy viking hajót sikeresen építettek az ősemberek. Vagy hát ilyen szőrös hajót. Nagyon masszívnak tűnik. Lesz bicsók. És már jelmennek is. Ők pedig elindulnak a szigetre. Ahol ismeretlen dolgok várják őket. De messzire kell hajózni. És persze pont jól esik be. Közben Jornak hirtelen megszáradt a haja. A kamera is vizesnek van, de... És itt láthatjuk először a filmnek a fő gonoszát. Akinek már a tekintetéből, a kezéből is a gonosz árad. Egy gonosz entitás. Gonosz entitás a napocska alatt. Mert az is gonosz. Minden gonosz? Minden. Ezen a szigeten minden gonosz. Láthatjuk, mindenki feketébe öltözött. Ez a divat. Dark Vader eltitkolt gyermekei a katonák. A kemény katonák. Igen, csak csoportosan tudják elfogni hősünket, de megteszik. Aki úgy esett el, mint egy pankrátor. És aki kíváncsi, hogy hívják ezt a csukjás fazont, az megtudhatja most. Who are you anyway? I am the Overlord. The Overlord? The Overlord. Itt láthatjuk az éber partiőrséget, Vádon ember formájában. Azt sem tudja, hol van. Pedig találkoznak az sziget egyik lakójával, egy szőke buzival. Aki biztonságos helyre viszi őket. Be a várba. A várlakói Jort tudományos kísérletnek vetik alá. Össze-vissza nyomkodnak mindenféle gombot, őt pedig egy szoláriumba fektetik. My name is Anna. You're my friend, as you say. Release me. I must obey orders, but I'll free your hand. Ó, micsoda technológia. A nőszemély elárulja Jor múltját, miszerint a szüleit lázadók voltak. És a gyereküket pedig megpróbálták megmenteni. Kicsit se Superman koppintás. Már régóta itt élnek, és láthatóan egy fejlettebb civilizációt képviselnek. Gyakorlatilag itt szembesülünk azzal, hogy a filmnek a címe lelövi a benne lévő egyetlen poént. Igen. Nézd, Jor! Ilyen aranyos kislány voltál. Egyébként a joghurt fedőről is kiderül, hogy valójában egy floppy lemez. Hogy ezeket kivette föl, azt se tudjuk. Sometimes I had to throw him back. Oh yes, it even has a record of your new friends, Pak and Kala. A gonosz itt meg akarja osztani tervét Jorral, de őt nem annyira érdekli láthatóan. Inkább távozik. Ha alá komolyan lehet venni ezt a fő gonoszt. Igen, nagy a tekintélye, én úgy vettem észre. Egy gyors a felfogásra. Következő rendben láthatjuk a lázadók vezérét, Sir Ian McKellent. Ez kicsit olyan, mint a izé, mint a pehelycukor emberke a Ghostbusters-ben. Michelin baba. Olga úgy dönt, hogy... Külön utakon jár. Igen. És szinte Scooby-Doo-s poénként... Tükörterem! Megijed saját magától. De Jor megmenti. Most elmondja az Overlord a többieknek, hogy mi a fő célja. Az, hogy be akarja népesíteni az egész világot ezekkel a Darth Vader utánzatokkal. És mostantól no comment. They will replace all humans.
They are part of my military power. I will create technicians, scientists, magnificent minds who will all think according to my will. I'm the giver of death. Ám a gonosznak eszében sincs harcolni, inkább táncolna. Hát akkor ropjuk! Egyébként Drake, megegyezném, hogy számomra nem a papír emberek csatája, hanem ez a harcjelenet a legrosszabb az egész filmben. Hát... Ezt hogy veszitek komolyan? Hát ezt lehetetlen komolyan venni, igazán van Zajjaku. Szerintem a halál, ahogy összeesnek. Ezen csak rögni lesz. És hát nekem ez a személyes kedvencem. Ez a nagy epikus nagy jelenet. Nagy finálé. Igazából ez a jó leghíresebb jelenete, nem is akarok róla mondani semmit, nézzétek. Szegény sarokba szorították, de ő ellentámad a zsebszoláriumával, megmenekül. És itt jön az én kedvenc jelenetem. Jor felkapja azt a karácsonyfa díszt, és szemből belehajítja. Majd látható, hogy csak jobb oldalt van Rács. Hőseink elmenekülnek egy repülő objektummal, minden felrobban, a narrátor pedig. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Végig szenvedtétek! És ha a többi kritikánkat is látni szeretnétek, akkor menjetek fel a cigarettebirds.freeblog.hu-ra. Hát nem tudom, srácok, ti hogy vagytok vele, én megnéznék egy jó filmet. Na. Van ezzel? Kapcsolj már át!